A virsli talán az egyik olyan étel hazánkban, amit valamilyen formában mindenki fogyasztott már. Sütve, főve, nyersen, salátába vagy akár leveles tésztába csomagolva. Az egyik legnépszerűbb húskészítmény közé tartozik, pláne így szilveszter tájékán. Van belőle sima, sajtos, csilis, roppanós, füstös, de a szakértő hangsúlyozta, hogy nem minden virslinek kinéző élelmiszer viselheti ezt a nevet. A csomagoláson fel kell, hogy legyen tüntetve az, hogy virsli, és az a virsli. Tehát, hogyha az van feltüntetve, hogy roppanós, vagy rudacska, vagy nem tudom én mi, az a magyar élelmiszerkönyv szerint nem virsli. És ebből arra lehet következtetni, hogy valószínűleg a hústartalma nem akkora, mint ami a magyar élelmiszerkönyvben elő van írva. A kutatások szerint a virslit vásárlók 80%-a az előre csomagolt terméket részesíti előnyben. Ez idén fokozottan jellemző volt a vírusveszély miatt. A szakértő elmondta, hogy idén évvégén kevesebbet költenek az emberek élelmiszerre, mint az előző években, tehát valószínű, hogy az olcsóbb, rosszabb minőségű virslit választották leginkább. Most is Martina azt is elmondta, hogy mire érdemes figyelni a vásárlóknak az élelmiszer beszerzésekor. A csomagoláson ne legyen elmosódva a szavatossági idő, tehát hogy látszódjon pontosan a lejárati idő, látszódjon azt, hogy ki a terméknek az előállítója, forgalmazója, hogyha van egy ovális pecsét a csomagoláson, tehát minden esetben van egy ovális pecsét a címkén, és ebben ha az szerepel, hogy HU, akkor az utolsó feldolgozási folyamat az Magyarországon történt, tehát hogy akkor jó esélyen egy Magyarországon feldolgozott húskészítményről beszélünk. Hazánkban évente mintegy 30-35 ezer tonna virsli fogy el, ami a húskészítmények éves összforgalmának 20%-át teszi ki.